Chitty-pitty, chitty-pitty, gigglemon, a croquette at eat-a-thon. Chitty-pitty, chitty-pitty, gigglemon, eat-a-thon, eat-a-thon, eat-a-thon. Rola, nie siedło. Ale nie boza sto, ma zisztalu, bo nie chcesz tylko czynić. Ale boza sto, fogal mu czynić o lehet. Halatlan. Boza sto. Nie halatlan. Bo nie mił. Ten mądro czuje boza sto i mądro boć halatlan. Vagy mi azt a tönkre menni? Ha nem vagy enyém, elhányol remény. Ha nem vagy enyém, a térkép szerint két lehetőség van, az egyik, hogy itt lenne a vasúta a falu mellett. Igen. Én ezt szeretném. Itt lenne az állomás a Lóvásártér mögött. Ebben Korláti gróf nem fog beleegyezni. Az ő érdeke abból, hogy arra menjen a vasút a birtok felől, a kopasz dűlő alatt. Na sári, jaj, de jó! Minden nap egy forduló, ráadásnak három só, csappanó, csappanó. Üdvözöljük Önöket, ez itt ismét a Széles Vásznú Történelem. Mai adásunkban két különleges vendéget köszönhetünk itt a stúdióban. Oswald Marika Kossuth Díjas színésznőt és Szolnoki Tibor Jászai Mari Díjas színészt, és hogy miről is lesz szó. A magyar filmgyártás legnézettebb alkotását, a Mágnes Miskát fogjuk egy kicsit górcső alá venni, ami egy filmvígjáték, musical film. Ennek a hátterét és útját mutatjuk benézőinknek. A filmet annak idején 9,5 millióan látták a mozikban. Egyébként Szirmai Albert operettjét Fényes Szabolcs dolgozta át a filmre. 1948-ban Keleti Márton készített az operettből egy fekete-fehér zenés vígjátékot, amelyet 1949. február 10-én mutattak be Gábor Miklós és Mészáros Ági főszereplésével. Pixi és Mixi grófok szerepében pedig a Latabár testvérek nyújtottak felejthetetlen alakítást. Szóval itt van már velünk Oswald Marika, azt köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk, és Szolnoki Tibor. Köszönjük a kívánc. Kezdi csokolom. Ugye önök ezt 1992-ben az Operett Színházban játszották, ezt a Mágnes Miskát. Jók-e az információ? Többek között. Melyik volt az első Mágnes Miska, hol játszotta pontosan? Az első Mágnes Miska az igazából a főiskola elvégzése után Szegedre hívtak meg, ahol Király Levente volt a partnerem, sok Miskám volt, ugye, Tibi is, és de hát az is egy ez eufolikus dolog volt, mert ugye az volt az első olyan, és nagyon sikeres szerep, és nagyon nagy sikerem volt benne, mert ugye kezdőként ilyen jó szerepet játszani, az mindig sikeres. Nem ismerik még az embert, és tehát akkor olyan újdonságnak tűnik az ember, nem úgy, mint már most, mikor már minden csínyát, bínyát ismerik az embernek. Na és hát isteni jó volt, mert hát fiatalok voltunk, és volt az a jelenet, ahol verekedni kellett, tudod, a fináléba. És mi úgy megvetünk, megtépte a hajamat, a Levente, de nem törődtünk vele, én meg pofosztam piszkosul, de ő egy úri fiú volt, tehát olyasmi volt, mint a Gábor Miklós a filmben, tehát ő nem volt az a fajta nagyon parasztos, hanem ő egy ilyen úri miska volt, tehát vele nem annyira verekedtem. Hála Istennek. Akkor utána a színházba, még akkor a Leocki Zsuzsi játszotta meg, azt hiszem a Kovács Zsuzsi a Németh Sanyival, és akkor az utolsó előadásra valamelyik beteg lett, és be kellett ugrani. Hát az is egy ilyen érdekes dolog volt, mert ott egy más megfogalmazásban, más rendezésben volt, és az egyik napra a másikra át kellett állnom. Tudod, nehéz az egyik előadásból a másikba. És akkor utána jött a Tibi! És akkor hát az egy nagyon-nagyon felejthetetlen előadás volt, mert először is nagyon jó táncok voltak benne, nagyon jó kiállítás volt, a Kemenes Fanni csinálta a ruhákat, nagyon klassz ruháim voltak, a Békés András rendezte, opera rendező, aki egyébként is nekem egy etalon volt, mert még amikor apucikám még Debrecenben volt az opera társulatnál, sokszor rendezte a Békést, és egy szép férfi volt, egy gyönyörű férfi volt. És akkor az nagyon-nagyon jó volt nekünk. Jó volt? Jó volt? Jó volt. Tibor, jó Tibor, volt. Igen, hagyta Marikát beszélni. De várj, majd még apuról akarunk beszélni. Igen.
De Marika, most már annyira felkeltett az érdeklődésünket. De mert elindul bennem a motor, tudod, és akkor mondom, most te jössz, jó. Röviden összefoglalva, hát ez egy nagyon szerencsés találkozás minden fiatal színésznek, minden zenész színésznek, operett színésznek ez a szerep, de mégis, miután a filmről beszélünk, és a filmet elevenítjük föl, hát ez egy fantasztikus dolog volt akkor. Ugyebár elhangzott Esztertől, hogy 49-ben készült a film, igen, és tudni kell, hogy 47-ben fejezte be Gábor Miklós a Valahol Európában a forgatását. Ő akkor a Nemzeti Színháznak volt tagja, és az a bátorság, hogy egy ilyen fiatal, hiteles színészt választanak ki arra, hogy ezt a szerepet eljátsza, ez egy fantasztikusan tanulságos darab volt számomra is, amikor Békés tanár úr rendezte, aki valóban az operában olyan csodálatos előadásokat, a Traviátától kezdve más minden operáig, a Zenés Színházban különböző operafilmeket, olyan instrukciókat mondott tanár úr, hogy nem az, hogy bukfenc jobbra-balra, hanem hogy akkor hogy tud az ember ő hitelesen a lovász fiúból a gróffá, aki pajkos és eljátsza ezt. Nekem a filmből a kedvenc jelenetem az, amikor Gábor Miklós a Sárdi Jánossal az öltöző szekrény előtt megbeszélik, hogy akkor Miska, tudsz te angolul? És hát tudni kell, hogy a Miska ugye a lovász legény volt, és ugyebár miután az arisztokrácia, az arisztokraták azok az angol hagyományok, lovas hagyományok lótenyésztésen alapuló módon, és akkor kezdődően kezdtek a lótenyésztéssel foglalkozni. Természetes dolog volt, hogy egy lovász legény az Angliában megfordult. Innentől kezdve tudott néhány szót angolul. A film egy előző jelenetében egy jockey valaki oda támaszkodik a pajtához, azzal is beszélget pár szót angolul. Innentől kezdve tudhatta, hogy kell frakkot hordani, hiszen megfordult az elegáns úri társaságokban, tudta, hogy kell csinálni, és a Gábor Miklósnak az a fantasztikus ragyogása, és az a prózai színház színészként való visszacsatolása és jókedve találkozott ezzel a filmmel, és azt hiszem ettől ilyen hiteles, és ettől ilyen nagy olyan sikerül. Mai, de tényleg, hát annyira a színészek, annyira egyszerűen mai módon, mi az előadásainkat sokkal inkább a humorra kihegyezve csináljuk, tehát nálunk a miskák azért parasztosabbak, meg közönségesebbek. Nem is lehet egy filmnek a finomságát egy színházi előadással tulajdonképpen összehozni, ott egy színházi előadásnál ott attraktívabbnak kell lenni. A szövegkönyvre őszintén szóval nem is emlékszem, de kizár dolog, hogy olyan apróságok és finomságok lettek volna, mint a remek dramaturgiával készült filmben. Ebben a filmben pont ez a kis szerepváltás, amit Miska megtesz, megjelenik nagyon élesen, amikor kiderül az, hogy meg lehet építeni a vasutat. Nézzük most meg ezt a részletet. Jó. Gyere már! Csak fogjék! Fog, most ne fog nála! Gyere már! Várni. Mi az is? Hát az írást akarom odaadni. Miféle írás? Az előbb egy üres papírlapot adtam oda. Ez a valódi írás. Tudtam, hogy ha kitör a botrány, akkor visszaveszi. Ha holnap lehet építeni a vasutat. Igen, annyira modern a Sárdi. Annyira mai. Tehát ez hihetetlen, de az összes színész. Aki játszik benne, az mind annyira hiteles. Hát ezek nagyszerű művészek. Nagyon. Önök mind a ketten borzasztó rutinos színészek, és most elsősorban az operett műfajára gondolok, hiszen azt hiszem, hogy nincs olyan operett, amiben ne fordultak volna meg, és ne játszottak volna mindenféle szerepet. Hát elsősorban ugye most itt a szubrett szerepekre gondolok nyilván az ön esetében. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ugye a humorról volt szó, de ki lehet azt mondani, hogy minden operett előadásnak és minden operett történetnek megvan a nagyon komoly drámája és a nagyon komoly mélysége? Abszolút. Arra épül, hogy az igazság elnyerje a méltó jutalmát, ahhoz pedig szükség van egy valamiféle drámai fordulatra. Az a borzasztó nehéz ebbe a műfajba, hogy a közismertsége, a sikere miatt, a fantasztikus dallamok miatt
könnyű, olyan, sokszor olyan színházi előadások születnek, amely operettesek, sőt, még SCH-t is mondanék hozzá. És ez borzasztó. Mert az a veszély az operettnek, hogyha nem hitelesen játsszák, hogyha nem őszinte karakterek vannak benne, nem bohóckodom jobbra-balra, nem úgycska poénokat mondok. Nem úgy csinálok, mint hogyha csinálnám. Mert a helyzetek azok. Az 1992-es előadás, amiben közösen játszottak, annak megvolt az a komolysága és az a drámája, amit megkövetel az operett műfaja? Abban még megvolt? Mert aztán szerintem volt egy időszak, hogy ez egy kicsit eltűnt. Hát ezért volt Békés tanár úr, és nyilván ezért hívta az akkori igazgatóság, azt hiszem Németh Sándor volt akkor az igazgató, ezért hívták tanár urat, mert az, hogy akkor a kedves dallal, hogy táncolunk, hogy csinálunk, az tulajdonképpen az rendben volt. Azt merem mondani, hogy az rutin feladat. De hogy a mögöttest, azt, hogy játssz el, hogy akkor ugyanúgy a Marcsi hogy öltözik át, ugyanúgy gróf kisasszonyba, mik azok az apróságok, ehhez kell egy olyan igazi színházi ember, mint Békés András, vagy mint a többi rendező, mert félrecsúszik akkor a műfaj. Na de ne feledkezzünk el Verebes Pistáról, aki én a Bajorral is játszottam, ugye? Egy másik felállásba, és ő viszont egy olyan szövegkönyvet alkotott, hogy ott a humor az a mindennek a csimborasztója volt. A Noknidágevézen fantasztikus volt, ott annyira lubiszkoltunk a játékosságban, ott nem volt az a fajta őszintesség, persze részünkről volt, a szereplők részéről, de a rendezés az úgy volt megalkotva, hogy ott a szem nem maradt szárazon a nézőtéren. Hát mikor azt mondta nekem, hogy Marika, most folytsd bele magad a kútba, mert nem kút volt, hanem csak egy ilyen falikút. De hogy fújtsam bele magam? Azt mondja, úgy, hogy majd a lépcsőből kihúzol egy kipreparáltatott nekem egy téglát, amit én kirántottam a falból, rákötöttem az övemre, a nyakamra tekertem, és beleugrottam a falikútba, úgyhogy kilátszott a lábam meg minden. De olyan abszurditása volt a dolognak, de olyan, ami varázslatos volt. Szóval az is egy nagyon-nagyon jó előadás volt. Csak sajnos azért mi kell. Visszatérve a filmre, készültem, megnéztem újra, nagy örömmel. Fantasztikus tömegjelenetek vannak benne. Komoly statisztéria, a báli jelenetek, a fogadó jelenetek, és kiderült számomra, hogy úgy választották a statisztákat, a közreműködő statisztákat, egyfelől, hogy önkéntesen kellett jelentkezni, tehát nem megszólították őket, és csak az a statiszta jöhetett, akinek volt saját frakja. És ha volt saját frakja, akkor tudta hordani, ha tudta hordani, viselni, akkor pedig könnyű volt a rendezőnek azt mondani, hogy önök akkor urak, és befáradnak a stúdióba, és akkor egy báli jelenet van. Most, hogyha... Így lehet a hitelességét megalapozni. Na de várjál, hogy választották a statisztákat? Úgy választották, hogy apukám akkor zeneakadémista volt, igen? És van a filmnek az elején, amikor van a vásári forgatag, és apukám, mint pincér, viszi a szolgálja föl a nem tudom, az innivalót, ott és énekelt benne egy sort. De két-három másodpercig ott van az apukám. Ha nem vagy enyém, elhány a remény, ha nem vagy enyém, nem kell semmi, úgy szeretnék boldog lenni, vagy miattad tönkre menni. De egyébként mennyire nehéz humorosnak lenni egy előadásban, már mint úgy humorosnak lenni, hogy van egy humoros jelenet, tele viccel, ugye, hogy ezt beszéltük, hogy erről Bajor Imrével ez a közös jelenet, azt én magam is láttam. Igen. Mennyire nehéz azt megtartani annak a humornak az egyszerűségét, és nyilván az őszintességét. Az, hogy nem szabad rápakolni. Nem szabad. Tehát megvan írva, megvan a helyzet. Játszani. Olyan a helyzet. És belül születik meg
tehát nem kívül külsőségekbe, meg mimikával, meg nem tudom én mivel, hanem, hanem annak is az őszintességét. A legnagyobb hülyeséget is el lehet mondani a színpadon, ha az ember hisz, elhiszi. Először is nekem kell elhinni azt a szituációt. És mivel játékos, én speciál, de te is, játékos alkat vagyok, abszolút pillanatokon belül bele tudom magam érezni egy szituációba, és azt nem kell nekem még úgy prezentálni, mint hogy tessenek tudomásul venni, hogy én most viccet mondok. Szó sincs róla. Tehát tulajdonképpen el kell úgy dobni. Nem viccesnek kell lenni, majd a jelenet és a szituáció, a helyzet az helyettünk vicces lesz. Mi azt hitelesen tolmácsoljuk. Azért a humornak legalábbis a filmben van egy mélyebb rétege. Nem tudom, hogy mint szakértők hogy látják. Ugye 1948-ban görbetükröt tartottak az arisztokrácia elé, és a képmutatásukat, az állogságukat, a galácsájukat mind-mind erőteljesen előhozzák, amikor megjön az igazi gróf. Jó csinálták, nagyon. És hogy látják ez a fajta humor, mint egy legitimálta, aztán később Keleti Márton rendezőségét, és azt, hogy az előbb az Eszter is mondta, 9,5 millióan megnézték a filmet. De nézd oda, minden karakterben van őszinte, meg hülye. Tehát az emberek között is van olyan, aki egy hős típus, aki egy okos típus, aki, és a másik meg egy gyagya. Tehát a grófok között is volt olyan, aki elegáns volt, meg jó, meg nemes, és jó dolgokat csinált, de volt a kis butuska, a kis elmebeteg gróf. Hát ők azt csinálták, de az a táncos komikusban muszáj, hogy olyan legyen, mert akkor hogy van különbség a Bon Vivant és a táncos komikus között? De talán a Mágnes Miska egyébként ilyen szempontból egy picit kivétel, nem? Nem? Hogyha táncos komikus Bon Vivant. Abszolút nem táncos komikus, persze. Teljes egészében. Nem vagyok tisztában vele, hogy 49-ben az akkori kultúrpolitika milyen engedéllyel, milyen segítséggel hozta létre ezt a filmet, mert nyilvánvalóan egy görbe tükröt kellett mutatni az arisztokráciáról. De nem csak akkor. Hát előtte is mindig görbe tükröt mutattak. Hát előtte is az összes előadásban, Sibilla, minden, az mind görbetükrön keresztül volt. Csak a szocializmusban még plusz oda tettek egy dolgot, ugye, hogy ő mérnök volt, és hogy tanult ember. Igen. De ez nem volt abszolút. Akkor se zavarom, meg engem most se zavar. Igen, és azért azt tegyük hozzá, hogy 1916 februárjában volt az ős bemutatója. Igen. Ennek az operettek, amit Rátkai Márton és Fedák Sári, két óriási név játszott, mármint a két kulcs szerepben. Viszont, hogyha ugrunk egy nagyot az időben, és a 2020-as évekre érünk, akkor még most is lehet azt mondani, hogy ez a bizonyos görbetükör, amit itt az előbb boncolgattunk, ez aktuális és örökérvény? Hogyne? Hát így van megírva a szerep. A Pixi Mixi feltétlenül. És hát szerintem semmi, nem olyan nagyot változott 16 óta a mostani előadás. A film az sokat változtatott rajta. Tehát az egy sokkal modernebb, azt kell mondjam, hogy modernebb szempontokat vett alapul. De a színházi előadásban mi mindig szerintem még mindig azt a 16-os előadást játsszuk. Persze modernizálva, mert a szövegkönyv az azért le van porolva, és maivá van valamilyen formába téve, de tartalmilag szerintem ugyanaz. Most így visszatekintve, hogyan érzik ezt a 92-ös közös előadást? Hogyan, mennyire volt nehéz a szerep, mennyire szerették azt a szerepet, mennyire kísérte végig utána még a karrierjüket? Hát akkor mi azt hiszem, hogy a pályánknak a csúcsán voltunk. Arrafele törekedtem. Arrafele törekedtem. És azóta folyamatosan én meg már ott voltam, és igazából ez egy nagyon-nagyon könnyű volt számomra létrehozni ezt a produkciót, mert egyrészt pofonvágott a szerep, másrészt pedig, mert tényleg ott voltam, hogy szakmailag is abba a stádiumba. Aztán utána, ami jött még Mágnes Miska, az meg már inkább nem azt mondom, az a ráadás második, volt, a második virágzatom, vagy negyed virágzásom, vagy nem tudom, hanyadi virágzásom volt már, de akkor úgy is írták át a szerepet tulajdonképpen, hogy már inkább komikai volt.
tehát akkor nem az a kislányos Marcsa volt, hanem az a meglett asszony. És, de hát az is nagyon kedvemre volt, persze. És Tibor, hogy érzi? Én csak ezzel az egy alkalommal találkoztam a szereppel, és én úgy voltam vele, hogy nagyszerű, köszönöm szépen, jó volt, akkor nézzünk egy más miért és egy másikat. Túl voltam rajta. Beszéljünk a filmben a jelmezekről, a kellékekről, a bútorokról, a díszletről, ami tökéletesen hiteles volt. Tudom, hogy úgy kellett elővadászni azokat a rendjeleket és azokat a akkori kitüntetéseket, relikviát, arany cigaretta tárcát, gyertyatartót, mindenféle egyebet, hogy az pontosan hiteles legyen. Én egy elég alapos kellékes és öltözős színész vagyok. Nem szeretem, hogyha a kollega rövidújú inget vesz föl a frakjához, még hogyha nyári hőség van is, és kigombolja. Úgy van, nem is illik, és ebben a filmben csodálatosak ezek az apróságok, a manzsetta gombtól kezdve, az ingnek a keményítőig, a hölgyruháktól kezdve, ilyennek kell lennie. De egyébként valóban másként játssza az ember a darabot, hogyha hiteles ruhában bújik? Hogyha hiteles ruhában bújik? Persze. Hát hogyne? Hát ez ennyire meghatározó. Azonnal megadja azt a helyzetet, hogy az ember hogy viselkedik. Igen. Csodálatos. Ez csodálatos, és az operett műfaja csodálatos. Reméljük, hogy még sokszor tudunk erről beszélgetni. Oswald Marikának és Szolnoki Tibornak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönjük, hogy eljöttek. Köszönjük a meghívást. Folytatjuk műsorunkat a szünet után. Vojt Ágival, aki érkezik ide a stúdióba, úgyhogy tartsanak velünk. Várjuk vissza önöket. Ismét itt vagyunk, ez a Széles Vásznú Történelem, és ahogy ígértem a szünet előtt, itt van már velünk Vojt Ági, Jászai Mari díjas színész, akit köszöntünk a stúdióban. Szervusz, Ági! Szervusz, és hát, kívánok! Mészáros Ági, Kossuth díjas színésznő lánya vagy. Ezt ugye azért mondjuk el, mert hát ennek is az apropója, hogy itt vagy velünk ma. Hát igen, hát igen, én Mészáros Ági lánya vagyok, így van. És Vojt Lajos, ami nem mindegy, az én édesapám, aki katonatisztolt akkor, amikor udvarolt neki Szegeden, és aztán később feleségül vette. Jól tette. Jól tette. Legalább még egy színésznővel gazdagodott a magyar paletta. Ó, köszönöm. Kezdjük először a beszélgetést egy filmhíradóval, és idézzük vissza a kort. Oké. 1948-ban járunk. A tőzsdetanács úgy határozott, hogy a teljesen jelentéktelenné vált forgalom miatt beszünteti a tőzsde működését. A kiürült termekben a Kereskedelem és Szövetkezetügyi Minisztérium irodáit helyezik el. Egy évvel ezelőtt fasiszta rombolók felgyújtották a Ganz hajógyár ídműhelyét, tönkre akarták tenni a magyar vasipar szívét, ez azonban nem sikerült neki. Újjáépítés során sokkal hatalmasabbra építik, mint volt azelőtt. Víg Pál, a Magyar Kommunista Párt hajógyári szervezetének titkára megnyitó beszéde után Rákosi Mátyás emelkedett szólásra. A magyar nép milliói csak 3 éves munkájából ismerik a Magyar Kommunista Pártot, bár illegalitásban már 30 esztendeje halszor a magyar dolgozók érdekeiért. Áldozatosan a mártírok százain keresztül vitte azt a lobogót, amely a munkásfelszabadítás zászlaja volt és maradt. 3 év alatt talpra állítottuk az országot, és mindenütt, ahol példát kellett mutatni, újjáépítésben, áldozatban élen voltak a kommunisták. Lesz már tankönyv minden általános iskolában. Kattognak a gépek, lázasan dolgoznak a munkások. 40 új demokratikus általános iskolai könyv készült el közel 2 millió példányban. Kötetenként 3 forintos áron kerülnek forgalomba, hogy a dolgozó parasztság és munkásság gyermekei is meg tudják vásárolni. Boldogan veszik kezükbe a gyerekek az új tankönyveket, melyek a pedagógia modern eszközeivel mesekönyvszerűen tanítják az ABC-t és az egyszer egyet. Demokráciára nevelnek, emberségre tanítanak, és lehetővé teszik a boldogabb demokratikus jövő kialakulását.
Amikor a film forgott 1948-ban, ez egy borzasztó érdekes év volt, azt hívják a történészek a fordulat évének. Uh-huh. És ez a mi szempontunkból is érdekes most, mert nem csak államosították az iskolákat, ugye láttuk, hogy a tankönyveket is osztották, nem csak, hogy megszületett az egyházaknak a megfélemlítéséről szóló konkordátum, először a református evangélikus, majd 50-ben aztán a katolikusokat is ugye lerendszabályozták, de mindemellett a filmgyártás is volt egy ilyen átmenetiség, az operett műfaj tovább élt a Horthy korszakból, úgymond átszüremkedett, viszont már lassan az 50-es évek is megcsapta a filmgyártás szelét, hiszen lassan a sematizmus is elkezdődött. De a Mágnás Miska ilyen szempontból még egy kivétel volt, nem kellett szocialista lózungokat mondani benne, ugyanakkor tényleg ki tudtak teljesedni a színészek, így az ön édesanyja is. Mészáros Ági is. Hogy emlékszik erre a forgatásra akkor, amikor ön 4 éves volt, ha jól számolom? Hát hogy emlékszem? Ezt nem is tudhatod. Tegeződünk, igen, nem? Tegeződünk, bocsánat. Hogy én ezt eddig titkoltam, mert ezt senkinek nem meséltem eddig el. Tényleg nem, mert mikor a napokban, amikor kaptam egy hívást tőletek, már is, mint a Hír TV-től, akkor Mágnás Miska, és akkor úgy mondom, te jó Isten, hát én ott voltam. Én ott voltam 1948-ban, anyukám bevitt, és pont a Csiribirit vették, és ott ültem, és emlékszem, hogy ott ültem, és néztem a felvételt, amit nem tudom hányszor vettek föl, többször, de ez nekem egy olyan, így visszagondolva, abszolút emlékszem mindenre, hát a két latyira, nekem különben az a kedvenc jelenetem a Mágnás Miskába. Én csak ilyen személyes dolgokat tudok mondani. Én történelmileg nem tudok. Ott. Nem baj, Ági, személyes dolgokat szeretnénk, de nézzük meg ezt a Csiribirit, mert megvan ez a részletünk a filmből. Szabad? A rangomra sokat adok, és mivel én egy gróf vagyok, előfordul hébe-hóba, hogy magammal se állok szóba. Csiribé, csiribé, kék dolmány, a gróf kelle pittyet hány, csiribé, csiribé, kék dolmány, így jellítje pittyet hány. Amodóhom, olyan finom, hogy már én magam sem bírom. Így szól hozzám, aki meglát, csókolom a szilvupléját. Csiribiri, csiribiri, kék dolmány, a gróf kendre fittyet hány. Csiribiri, csiribiri, kék dolmány, ittyel, ittyel, fittyet hány. Kutyából nem lesz szalonna, a Schusterből primadonna, szalmalánkból nem lesz kráter, nyúlból nem lesz Hozentrage. Hát én megmondom nektek őszintén, hogy én a Mágnás Miskát, ha nem láttam 50-szer, akkor egyszer se. Úgyhogy én kívülről tudom az egészet, imádom, és hát ez nem újdonság, mert mondom, amikor megy, és hála a jó Istennek, nagyon sokat megy a televízióba. Úgyhogy nagyon sokat lehet látni. Itt most megint egy nagyon kellemes, jó érzés, hogy látom az édesanyámat. Szerencsére most nem sírok, mert szoktam. Ugye nagyon sok előadása volt Áginak egy hónapban, igen. Amit most beszéltünk. Neked gyermekként ezt így ebbe beleszületni, ez könnyű volt kezelni? Nem, drágám, nagyon nehéz volt. Hát erre én visszaemlékszem, nagyon sokat voltam én egyedül, és nevelőnök, én nevelőnök neveltek engem, szóval neveltek, hát szóval azok voltak mellettem, mert apukám, akit szintén imádtam, ő is ment az édesanyámmal, édesanyám meg hát délelőtt próba, este előadás, délután meg aludt, mert hogy ki kellett magát valahogy pihenni estére. Szóval ez nehéz volt. Szóval édesanyád, mondjuk azt, hogy túlhajszult életet élt, talán ez így van. Ez a jó kifejezés erre. Viszont
ezt szerintem a filmből is kijön, megmondta magáét. Tehát egy szókimondó ember volt, amikor a szókimondó szobalány például ott van a filmben, az is nekem egy áthallást jelent az 1956-os szókimondására. 1956 előtte, aznap este, amikor a forradal, amikor a Sztálin szobrot ledöntötték, arra emlékszem, akkor tört ki a forradalom különben, és a Katona József színházba ment a Németh Lászlónak a Fáklya lángja, és a premier volt, és az anyukám azt nézte, és az én édesapámmal mentünk, neki volt egy DKV-ja, ami akkor egy állati nagy dolog volt, egy volt egy ilyen kis kocsi, és kimentünk a Hősök terére, és akkor verték szét a Sztálin szobrot. És én ezt láttam. Ezek nagy élmény. És akkor azt már tudtad is értékelni, akkor már 12 tudtam. Éves akkor voltam. Akkor én már ezt tudtam, igen. És aztán úgy volt, hogy utána mentünk az édesanyámért a Katonába, és fölvettük, és mentünk haza a Ménesi útra, és képzeljétek el, hogy a tele volt, az ilyen orosz könyvlapokat raktak a kerítésekre, föl volt szúrva ezek a igen, lapok. És akkor tulajdonképpen ez volt, akkor tört ki a forradalom. Édesanyádnak viszont volt egy pregnáns mondata. Hát az nem úgy volt, azért az egy-két nap differenciával. Hú, az kegyetlen volt. Én emlékszem ezekre az időkre olyannyira, hogy amikor jött a Hont Ferenc, nem tudom, hogy ez a név mond-e valamit, érte, hogy beszéljen a Magyar Rádióba, de akkor nem volt magyar, illetve hát a forradalom, szóval... Igen. Sőt, egyszerre két rádió is működött. Parlamentben igen, volt akkor a Magyar Rádió. Na, lényeg az. Na, azt mondta Hont, hogy jöjjön be, beszéljen az anyukám, mert ő hihetetlenül híres színésznő volt akkor. Tehát az egész ország imádta. És a visszakanyarodok egy kicsit. Tudod. És a Rákosinak volt a kedvence azért, mert a káderilag anyukám egy lelenc gyerek volt. Tehát ez káderilag nagyon jó volt. És amúgy is hát egy iszonyatosan tehetséges és olyan szerepek, ilyen kis parasz szerepeket játszott, és a Rákosi nagyon, nagyon szerette. Ezt meg is hálálták neki egy zárójeles mondat, 1950-ben és 54-ben Kossuth díjat is kapott. Hát ha bármilyen rendszer van, megkapta volna szerintem az összes kitüntetést, mert megérdemelte, de azért még hadd szúrjam közbe azt, hogy mivel neki azért, hogy mondjam, tekintélye volt már anyámnak, a Rákosi, ezt sem mondtam soha, tehát se riportban semmi, sehol, hogy annak idején a Rákosi, mivel nagyon szerette, felajánlott neki villákat, gyerekek. Olyan, hogy emlékszem, hogy Fonyódon egy Balatonparti villa, gyönyörű volt, ilyen két feljárata volt, erre is ugye emlékszem az egészre, és azt mondta az anyám, hogy szó se lehet róla, mert innen kitelepítettek embereket, és nekem nem kell. És soha semmit nem fogadott el. Volt egy erkölcsi tartás? Neki? Hát én szerintem az egész családomnak, hál' Istennek, és én még abból táplálkozom, ebből hogy akkora gerince volt, hogy hihetetlen, és én ezt halálosan becsülöm. Ja, és rengeteg ember kitelepítettek sokat, amekkora puvoárja volt, anyámnak segítette visszajönni őket sokat. Hát mondjuk én most kezdek azon, nem, már régóta gondolkozom azon, hogy megírom a dolgokat könyvben, mert nekem nagyon-nagyon komoly emlékeim vannak, és sok. És most talán lesz arra idő, mivel hogy nyugdíjas vagyok, hála. Hála Istennek? Nem, de mindegy, nem érdekes. Na, szóval most fogom megírni, mert nagyon sok minden motoszkál az én fejembe. Na, 56-ról visszatérek akkor a kérdésre. Az volt, hogy beszéljen anyám, és azt mondta anyám, hogy csak akkor, hogyha azt mondhatja, amit akar. Tehát ő írott szöveget, nem mond, se nem szaval, semmi. És akkor az volt, hogy a konyhában, a Ménesi úton, ahol laktunk,
ott nekem diktálta, én nagybetűkkel, akkor egy kicsit rossz, szóval nem rossz volt a szeme, de hát nem akart szemüveget fölvenni, és én írtam le nagybetűkkel, amit ő elmondott. Komolyan? Hogy addig, a lényege a dolognak az, ugye ezt nyilván tudjátok, hogy addig nem lépek színpadra, ameddig az oroszok nem mennek ki az országból. Azért ez hátborzongató, akár hát ez nagyon, egy nagyon bátor mondat. Hát kapott is 10 év szilenciumot, de többet. Hát utána én mindig azt szoktam mondani, ja major, az összes Marton Endre, stb. A Gellért az nem, az belehalt az egészbe. Az öngyilkos is lett, Gellért Endre, aki egy csodálatos rendező volt, de könyörögtek anyámnak, hogy vonja vissza, és azt mondta, hogy ő nem, ha egyszer valamit kimondott, ő nem vonja vissza. És aztán egy évig vártak, és aztán huss, kész, a major volt a legnagyobb. Hát ő ugye központi bizottság tagjaként oda is tudott. Igen. Egyébként az is igaz, amit lehet olvasni korabeli újságcikkekben, hogy az édesanyád kvázi felhívására a színészek tényleg elkezdtek sztrájkolni, és persze, nem léptek fel a színpadokon? Hát ezt így nem tudom, de utána megindult a lavina, és mindenki nyilatkozott. Szóval mindenki, csak mindenki, nem is tudom, majdnem mindenki vissza is vonta. Visszavonták. Anyám nem volt hajlandó, és azért mondom, kapott 10 év szilenciumot, ami aztán a katasztrófa. Szóval én mindig úgy fogalmazok, hogy csak egy királynőt lehet a trónról ledönteni, és ő királynő volt a szakmájában. És kihúzták alóla a trónt, és kész. És attól kezdve játszott ő valamiket, úgy később, de már nem kapott olyan feladatot, ami... Szóval ez úgy szép lassan... Elmúlt. Én arra emlékszem, hogy a nép ellenségét kapta meg a Szinetár Miklóstól, ami egy csodálatos, én a Szinetárt nagyon-nagyon becsülöm, és ő hívta, nem hívta meg, mert a Nemzetibe, a Bot Béla kirúgta az anyám. Hát így eszembe jutnak ezek a dolgok. Aztán visszavették, hát ő örökös tag volt a Nemzetibe, és akkor valami miatt a Bot Béla kirúgta. De aztán visszavették. Szóval, ne tudjátok meg, hogy ez milyen időszak. Egyébként van az életrajzodban egy olyan adalék, hogy Olaszországban és Svájcban is. Én, igen. Voltál, igen. Ez összefüggésben van 56-tal, vagy ennek de, sem? De hogy nem, ennek is köze van hozzá. Csináltam egy-két gigszert az iskolába, az általános iskolába. Volt egy hónap forduló, tehát amikor az oroszok megint bejöttek, ugye, és visszavették, amit vissza kellett venni. És utána az volt, hogy egy hónap forduló, tehát valami 23-a, és fönn volt egy nagy Kossuth jelvény a falon, és fölraktunk egy gyászszalagot a Kossuth jelvényre, és ott álltunk a padon többen, és akkor nyílt az ajtó, mindenki leült, én ott maradtam állva. Így. És akkor bejött a valami idegen ember, meg az osztályfőnököm, és akkor... Hát lebuktam, én egyedül. És behívták a szüleimet, és akkor szerencsére a Kapa Mátyásnak hívták az igazgatómat, az egy nagyon rendes ember volt, és azt mondta, hogy lehetőleg azonnal vigyék a gyereket valahova el, mert nagy baj lesz ebből. És akkor volt az, hogy elintézte, még akkor volt anyámnak annyi lehetősége és ismerettsége, hogy elintézte az útlevelemet. Apám elintézte, hogy kikerüljek Svájcba, mert ott volt egy nagyon jó ismerőse, és hozzá mentem. Az Illés Gyuri bácsi vitt engem ki Svájcba, tudjátok, az operatőr. Ő neki volt valami dolga Zürichbe, és engem vitt maga, én kislány voltam, és képzeljétek el, ezt muszáj elmondanom, mentünk a vonattal, és nekem a kabátom alá, itt a gallérom alatt őriztem egy kicsi Kossuth jelvényt, amit akkor nem volt szabad, hát persze, nem tudom, így, hogy tudjátok-e, de az akkor egy hú, hát az egy nagy dolog volt, és ezt így őriztem, és volt egy naplom, és azt írtam, hogy Isten veled, Isten veletek szüleim, Isten veled édes hazám, ki tudja, látlak-e még valaha.
Te hogyan láttad Ági édesanyádat színésznőként és édesanyaként gyerekkorodban? Na erre egy példa, Szent Iván Jálon ment, zöld paróka, gyönyörűen volt, hát a világ legcsodálatosabb pukja volt, szerintem előtte se, utána se lesz ilyen, Angliából is azt mondták, ha tudna, angolul vinnék. Klemperer volt a karmester. Gyerekek, tudom az egész szereposztást, kívülről tudom, elképesztő csoda volt, és akkor a Szigeten ment akkor éppen már, és bementem az öltözőbe, és anyám, ezt arra mondom, levette a parókáját, és azt mondtam, hogy most vagy az igazi mami, hogy levette a parókát. Igen. Nekem anyám a csoda volt. A világ legcsodálatosabb embere, egy tiszta, egy naiva. Mindig azt mondtam, hogy ő olyan, mint egy forrás, olyan tiszta. És szóval én most is, hogyha rá gondolok, akkor nekem, hogy mondjam gyerekek, nekem a színésznő meg az anya az egybe, tulajdonképpen egybe van, mert hát nem tudom én ezt úgy külön választani. Sajnos, mint anya, keveset találkoztam vele, többet láttam színpadon, mint anya is csodás volt, csak keveset. Bojit Áginak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és ezeket elmondta nekünk. Gyerekek, tudnánk ezt folytatni még hosszú órákon keresztül. Hát én ezt tudnám most, mert annyira belejöttem veletek, és olyan aranyosak vagytok, hogy én köszönöm. Reméljük, hogy akkor lesz egy olyan alkalom, amikor ezt hosszabban ki tudjuk. Jó, és várjuk a könyvet is. És nagyon várjuk. Benne vagyok. Oké. Okay, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm. Ez volt a Szélesvásznú történelem, most következzen az 1949-es Mágnás Miska című film. Nagyon jó szórakozást kívánunk Önöknek, és tartsanak velünk a következő adásunkban is. Viszontlátásra!